akciófigurák Miniatűr műanyagjátékok, amikkel az utóbbi 80 évben gyerekek milliárdjai játszottak. 1964 óta, amikor is megjelentek az első G.I. Joe figurák, az akcióhősök fokozatosan elnyerték a gyermekek szívét, és egy önálló játékötletből a 70-es évekre reklámfelületté nőtte ki magát a műfaj, amikor is elkezdtek DC és Marvel hősöket is megjelentetni műanyag figura formájában. Az évek alatt ezek a játékok egyre részletesebbek, drágábbak és kelendőbbek lettek, illetve a kezdetektől fogva a felnőttek is komoly részét képezik a gyűjtői köröknek. De mi vesz rá egy felnőtt embert arra, hogy gyerekjátékokat gyűjtsenek úgy, mintha nem lenne holnap? Mitől kerül egy darab műanyag akár 30 ezer forintba? Miért nem szabad kibontani egy gyűjtői figurát a csomagolásából? Köszönjek egy doboznak! Teljesen originál! Sose nyitották ki! Egyáltalán hogyan érdemes belevágni egy ilyen széria gyűjtésébe? Remélem ebben a videóban választ tudok adni a kérdéseitekre, ugyanis az utóbbi időszakban mi is belekóstoltunk egy kicsit a gyűjtői figuravásárlás rejtelmeibe, illetve egy korábbi videóban egy ilyen figurákkal és szobrokkal foglalkozó webáruház, az Anteiku is betámogatott bennünket, ismételten köszönjük szépen nekik, még most is tudjuk őket ajánlani, hatalmas náluk a választék. Mi inkább Transformers figurákban utazunk, ugyanis elvarázsolt bennünket az a fantasztikus tulajdonságuk, hogy átalakíthatóak, ám ebben a videóban általánosságról szeretnék beszélni a figurákról és azok gyűjtéséről. Kezdjük először is azzal a kérdéssel, hogy miért gyűjtünk figurákat. Amióta léteznek ezek a játékok, kétféle indokot tudunk megkülönböztetni. Először is, ha a játékfigurák elkészültek, általában csináltak hozzájuk valamilyen reklámot, ám a legjobb reklám mindig az volt, ha valamilyen történetet írtak a figurák köré, ami miatt a vevők számára simpatikusabbá váltak. Így készültek a játékfranchise rajzfilmek vagy képregények, pont mint a Transformersnél, a G.I. Joe-nál vagy a Barbie-nál, amik hatalmas franchise-óriásokká nőtték ki magukat. A másik pedig, hogy a figura egy már eleve létező karaktert formál meg valamilyen sorozatból, filmből, képregényből vagy akár videójátékokból. A lényeg viszont mindkét esetben ugyanaz, olyan karakterfiguráját figuráját vásároljuk meg, aki valamilyen módon kötődik hozzánk. Esetleg szerette gyerekként a pókemberfilmeket vagy rajzfilmeket? akkor nagy valószínűséggel vásárolnál pókember figurákat. A Transformers filmben Optimus volt a kedvenced? Még szerencse, hogy készült Optimus figura. Szereted a Dragonbolt, a Naruto-t, a Hős Akadémiát, a Demon Slayer-t, a Pokémon-t, az Én Kicsi Pónimat, a Star Wars-t, a Tini Ninja a Batman-t, a bármit, akkor biztosan létezik hozzá valamilyen gyűjtői figura is. Ez a jelenség olyan szinten meghatározó a filmes világban, hogy vannak filmek, amik azért tekinthetők sikeresnek, mert az akármilyen mozis bevétel ellenére rengeteg figura és egyéb licenszer termék került eladásra a film karaktereivel. Mai napig nem tudsz bemenni úgy egy boltba, hogy ne lenne ott valamilyen jégvarázsos, akármicsoda. Na de egy felnőttet mi vehet rá arra, hogy egy amúgy gyerekeknek szánt terméket eszméletlen mennyiségben kezdjen gyűjteni. Hát erre sok válasz létezik. Mondjuk, mert jól néznek ki? Gondolom köztetek is rengetegen vannak, akik gyűjtenek ezt-azt, és sokszor nektek is nehéz megmagyarázni miért. A leggyakoribb általában a nosztalgia faktor. Gyerekként szeretetek egy franchise-t, vagy egy karaktert, amit még most is szerettek, és a gyermeki rajongásatokat felnőttként is megélitek amellett, hogy funkcionális felnőttként élitek az életeteket, vagy felnőttként váltatok rajongóvá, és jött vele a gyűjtögetési hóbort, vagy csak a pénz miatt. Igen, van egy ilyen oldala is a gyűjtésnek, ehhez nem feltétlen kell csak a figurákról beszélnünk, már egy korábbi videóban rengeteget beszéltem arról, hogy egy yu gi -Oh! kártya milyen eszméletlen pénzeket tud érni. Na de mitől van ebben pénz? Elsősorban maga egy figura a megjelenésekor is tud sok pénzbe kerülni, ezt ugye a gyártó szabja meg elsősorban, aztán a boltok, de általában ha egy figura megjelenik, az a gyártási évében elérhető, aztán ha eladták az összes darabot, akkor onnantól annyi volt. Ha a gyártó nem hajlandó újra legyártani, ami amúgy elég ritka, akkor az a lehetőség, hogy megvedd a figurát, elúszott. Természetesen, ha akad valakinél otthon feleslegesen, megvásárolhatod attól a viszonteladótól, viszont ne csodálkozz, ha jóval drágában adja, mint bolti áron. Aztán, ahogy telnek, múlnak az idők, ezek a figurák egyre értékesebbek lesznek, hiszen egyre kevesebb embernél lesznek ott kifogástalan állapotban, és egyre több ember akar majd hasznot húzni belőle. És ezzel elérkeztünk a következő pontunkhoz, hogy miért is nem szabad kibontani azokat a figurákat az eredeti csomagolásukból. Itt ez a ritkaság, egy kifogástalan állapotú, eredeti Star Trek új generációs Jordi LaForge a Vizor nélkül, eredeti csomagolásban. Ha nem húzottok félre, most kinyitom. Oké, okay, Robert, well, nyugi! <laughs> Mióta jót akarunk? Biztosan rengeteg filmben és sorozatban hallottatok már valami olyasmit, hogy egy akciófigurát nem szabad kivenni a csomagolásból, mert akkor már nem lesz értékes. Nos, ez igaz is, meg nem is. Vannak figurák, amik annyira keresettek a rajongók köreiben, hogy bontottan is képesek lennének egy vagyont adni értük, viszont abban igaz az állítás, hogy ebben az esetben is bontatlan eredeti gyári csomagolásában sokkal többet érnek ezek a figurák. Nem beszélve arról, hogyha a csomagoláson sincsen semmi sérülés, akkor meg még többet érnek. Például, ha az eredeti 1984-es Optimus Prime figurát szeretnéd megvásárolni, akkor veheted a kiegészítők és doboz nélkül KB 20 ezer forintért, a kiegészítőkkel és dobozzal bontottan 150 ezer forintért, illetve bontatlanul fantasztikus állapot a dobozban 8 millió forintért. Szóval innen látható, hogy mennyit is számít, ha meghagyjuk az eredeti csomagban a figurát, viszont ez egy nagyon ritka eset, hogy ennyire felmegy valaminek az ára, és ez csak nagyon hosszú távon történik így. Ha most bemennél egy boltba és megvennél egy Transformer figurát, majd félreraknád és el akarnád passzolni úgy 5 év múlva, nem biztos, hogy nagyot kaszálnál rajta. Nagyon hosszú távon lehet jó befektetés, de ezt is jó érzékkel kell tenni olyan figurákkal, amikben biztos vagy, hogy az évek múlásával nő az értékük is. Ezzel a jelenséggel viszont érkezett egy nagy rákfene is a gyűjtögetés világába, az olyan arcok, akik megjelenéskor hatalmas mennyiséget megvásárolnak, ami hiányhoz vezet, és egyúttal ezeknek a szardaraboknak vevőket is hoz. Kérlek benneteket, ha kicsit is tisztelitek ezt a hobbit, vagy egyáltalán embertársaitokat, akkor csak annyit vesztek meg az adott dologból, amennyire nektek személy szerint szükségetek van. Sokszor hallani erről videókártya megjelenéskor, mikor megjelent a PS5, vagy ha megjelenik egy új limitált kiadású cipő, mindig vannak olyanok, akik tesznek róla, hogy a többieknek szar legyen, ti ne legyetek ilyenek. Ezért is mondom, hogy ha azért gyűjtesz egy figurát, mert tetszik neked, akkor nyugodtan bonst ki, játsz velük, készíts egy fantasztikus polcrendszert, ami esztétikusan elhelyezed őket, de ne kelljen raktárat bérelned, mert gyűjtesz valamit. Egy játékot azért találtak ki, hogy játszanak vele, legyél akárhány éves. És akkor elérkeztünk egy másik ponthoz, hogy nem-e túl gyerekes ez a hobbi. Nos szerintem tartunk már ott, mint társadalom, hogy egy felnőtt ember azt csinálhasson, amit akar, és ha te a kedvenc karaktereidet akarod műanyag formájában gyűjteni, akkor tedd meg, nem mások elvárásai szerint élj boldogtalanul. Másfelől meg nem tudom, mikor láttam én már valaha olyan hat évest, aki letszalagokkal díszített üvegvitrinben tárolta a több száz darab, több tízezer forintot érő figuráit. Másik gyakori probléma szokott lenni, hogy ez milyen hatással van az ember párkapcsolatára, hát figyeljetek, ha a páratok nem támogatja, vagy legalábbis nem tolerálja a hobbitokat, akkor rossz emberrel vagytok együtt. Egyébként manapság azt veszem észre, hogy ahelyett, hogy taszító, sokkal inkább vonzó tulajdonság szokott lenni az, ha a másik fél tud rajongani valami iránt, vagy csak szenvedéllyel beszél valamiről, ami érdekli. Ez is egy olyan dolog, amitől érdekesebb emberek leszünk és izgalmasabb életet élünk. Ha pedig már te is elgondolkoztál azon, hogy figurákkal gyűjts, de nem tudod, hol érdemes elkezdeni, akkor már biztosan van valami elképzelésed, hogy milyen franchise figuráit szeretnéd gyűjteni, vagy milyen jellegű figurákat akarsz egyáltalán. Szerintem mindig érdemes olyannal kezdeni, ami közel áll hozzád, ne feltétlenül egy olyat vegyél, amihez csak távolról kötődsz, illetve fontos még, hogy ne dobd ki rá az összes megtakarításodat. Először vegyél egy kisebb, olcsóbb figurát, hogy megnézd, mennyire tudod magadévá tenni ezt a hobbit, aztán fokozatosan lépésről lépésre bővítsed a gyűjteményedet. Sokan esnek abba a problémába, hogy rengeteg pénzt kidobnak rá, aztán meg is bánják szinte azonnal, illetve sokan azért nem mernek belevágni, mert nem érzik magukat ott anyagilag, hogy megengedhessék maguknak. Én mindenkit megértek, és tényleg ne vágjon bele senki úgy, hogy az életminősége romoljon, amiatt, mert ő figurákat szeretne gyűjteni. Legyünk okosak, tudatosak, ha elkezdjük, akkor is csak kicsiben. A legtöbb figuragyártó ad ki a főfigurái mellett kisebb, olcsóbb változatokat. Például a Transformersnél ott vannak a Core Class figurák, amik picik ugyan, de fantasztikusak is, ugyanúgy átalakíthatóak és jól is néznek ki. Kezdő gyűjtőknek csak ajánlani tudom. Aztán minden csak szépen lassan sorjában, nem kell elkapkodni egyik vásárlásunkat sem. A lényeg az, hogy érezd jól magad, okozzon neked örömet, és ne emiatt fájjon a fejed hónap végén. A legtöbb hatalmas gyűjtemény sem egy hónap alatt jött össze. Egyébként én amellett, hogy kiteszem a figurákat a polcra, szeretem őket fotózni is, mivel a kidolgozottságuk és mozgékonyságuk igencsak menő képeket tudnak eredményezni. Nektek van valamilyen gyűjteményetek? Ha igen, meséljetek róla egy kicsit nekem a kommentek között, mindig öröm olvasni, hogy a gyűjtők milyen szenvedélyel állnak hozzá a gyűjteményükhöz. Ha pedig fel akartok vágni velük, akkor van egy Discord szerverünk, ahol van egy gyűjtemény szobánk, itt megoszthatjátok velünk és a többiekkel a gyűjteményeteket, illetve beszélgethettek más gyűjtőkkel is. Ha pedig tetszett, ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni a csatornánkra, követni minket szinte mindenhol, nagyon sok social oldalunk van, illetve a Discord szerverünket se felejtsétek el. A legközelebbi videóban pedig találkozunk, addig is sziasztok!